és a csapatkapitány, Puskás Ferenc. Mit is mondhatnék róla? Nincsen nála nagyobb, és nem is lesz soha. Sebes Gusztáv összeállítja az aranycsapatot, a Wembley stadionban pedig hamarosan megszületik a legendás 6-3-as győzelem. A siker darab szerző triója Szente Vaj, Galambos Attila és Juhász Levente már többször bizonyította egyedülálló tehetségét, most pedig a leghíresebb magyar Puskás Ferenc életének és pályafutásának bemutatására vállalkoztak. Darabjukban nem csak hazánk világsztárjáról mesélnek, de megmutatják azt is, milyen világban éltünk a második világháborút követően. Nagyon hiszek abban, hogy fogunk egy üres lapot, és arra kezdünk el írni valamit. Nagyon hiszek emellett abban, hogy nekünk, magyar alkotóknak igazi kötelességünk az, hogy magyar hősökről beszéljünk. Van a történelemben egy csomó olyan személyiség egyébként Puskás Ferencen kívül is, akiről szerintem érdemes lesz színházat csinálni. És ennek van egy nyelve, jelen esetben a musical, ami egy olyan műfaj, ami közel van a nézőkhöz, érdekel a nézőket, és hogyha mi okosan ebben a műfajban meséljük el ezeket a történeteket, ezeket a történelmi történeteket is akár, hiszen ez azért mégiscsak Magyarország 40-es, 50-es évekéről is szól, nem csak Puskás Ferenc életéről, akkor szerintem az egy jó kombináció tud lenni. A grandiózus előadás 1937-ből indul, több életutat, pályaívet mutat be, ennek megfelelően több generáció is képviselteti magát. A budapesti előadás után ugyanazzal a lelkülettel és örömmel vágott neki a címszereplő Verib Tamás a Győri próba folyamatnak, vallja, méltóképpen sikerült színpadra állítani a Puskás a musicalt. Büszke vagyok rá nagyon, hogy egy őszinte előadást játszunk, tehát a mai fellelhető források és olyan titkosított akták, amik ma már nem titkosítottak, szerint vannak olyan információink, amik azért csak belekerültek az előadásba, hogy az igazságot egy picit megmutassuk az aranycsapatról, arról az életről, amit ők éltek, és éppen emiatt egy nagyon őszinte, mégis nagyon friss, nagyon mai, egy igazi történetet láthatnak a nézők. Valódi barátságok szövődtek szerintem itt Győrben, úgyhogy bízom benne, hogy ez ténylegesen át tud majd menni, ugyanúgy, ahogy ezt Pesten mindig megtesszük. A darabot a musical Neked és a Győri Nemzeti Színház koprodukciójaként mutatják be. Az ősbemutatót 2020. augusztus 20-án tartották az Erkel Színházban. A Győri változat igazi fúziós előadást ígér. Eddig nem látott vizuális látványvilággal és showelemekkel. Jellemzően győri színészek vannak benne, de azért Verib Tamás a Puskásunk ebben az előadásban. Azt gondolom, hogy ez az a fajta kategória, amikor valakit arcon talál egy szerep. Szóval Verib Tomi lesz a főszereplője, a címszereplője ennek a történetnek, de például is lesz ez Stefanit, hogyha megemlítem. Ő egy olyan magyar édesanyával bíró művésznő, akit a közönség látott már Magyarországon is, de javarészt a Párizsban látott a Walt Disney Show-ban. Szóval egy egészen különleges történet ez a mi drága győri társulatunkkal, a most már munkaviszonyban foglalkoztatott kollégákkal, mert ugye ez egy óriási restanciánk volt itt a Győri Nemzeti Színházban, több mint 2 évtizede vártuk ezt a pillanatot, hogy ez létrejöjjön, kiegészülve azokkal a dolgokkal, azokkal a plusz elemekkel, azokkal a plusz vendégekkel, amelyekkel ez egy ilyen gigantikus musical show-vá tud nőni. A magyar labdarúgás aranykora, az aranycsapat, Puskás Cibor, Kocsis Kubala. Ezzel a címmel nyílik kiállítás a Győri Nemzeti Színház és a Széchenyi István Egyetem gondozásában a Csillár szinten, a Puskás a musical szombati bemutatója előtt délután 5 órakor. A január közepéig látogatható tárlatot dr. Kovács Barnabás nagykövet volt barcelonai főkonzul nyitja meg. A kiállítás olyan relikviákat is bemutat, melyek a Puskás intézetből érkeztek.